Sziasztok! Sziasztok! Láttunk egy-két trélert az utóbbi időben, most pedig megnézzük a Bad Boys-nak a trélerét. Bad Boys motherfucker! Amiről azért olyan kis csepegtetett infok voltak eddig, de most lássuk, maga Will Smith is felrakta a trélert saját oldalára. Matt! One last time, one last time. Kikerekedett a Martin Lawrence. Mint az állat, one last time. De szép ez. Porsche. Ismerős jelenet. Hát az a Smith. Ez meg, hogy ezek mindig úgy néz ki. Igen, ezt akartam, az semmit. És ő meg ilyen kétszer. Oh, shit. Oh. Come on, man! You could get that buffed out. No. Ez direkt hízlalták. A franc. Te. Már régebb óta ilyen hízott. Knock and talk. Knock, knock. Mighty PD, get down! What the hell happened to knock and talk? Hands behind your head, right now. I got this. I'm gonna penetrate this man's soul with my heart. What? Watch and learn. What? Sir, I realize that you're scared. You know, sometimes fear. How deep you think you got in his soul? I'm done, Mike. I'm retiring. Uh-oh, here we go again. You want your legacy to be muscle shirts and body counts? Lion. Look at this mess, it's carnage. I didn't do all this. You didn't do anybody. Well, come on, Cap. You know I shot some people. Yeah. Fuck me! These streets, I never trusted anybody but me. I'm asking you, man. Bad Boys. One last time. One last time. I'm the definition of half man, half drugs, ass to clubs. Legjobbak is nőszorul. De nem mondok valamit. We'll pull ourselves over later. It's official. I survived what I've been through. Ide jó, ez a sisak. Right about the glasses. I've been telling your ass for a year. He can't be stopped now. Shit, Mike. He's in like HD. This bad boy flies. We ain't going nowhere. Bad boys, what you gonna do when we come in? No, never. Y'all will never do that again. Yeah, and you fucking up the lyrics, which take a long time to learn. Cause it's bad boys for life. Fehérek nem énekelhetik a számokat. De ott a középső csaj szerintem az nem fehér volt, ja, vagy igaz, nem tudom. Senki nem énekelheti a számukat. Ez is kétségtelen tény. Szóval öreg... Hát meg, a... megmalacosodott rendesen a Martin Lawrence, de szerintem lehet, hogy ide direkt. Nem, mondom, hogy... De mekkora feje nézem. Van, kettőször akkor lett a feje. Sőt, se láttam, amikor valakinek ennyi helyen legyen a háj a fején. Igen. Itt is van háj mindenhol. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kiszúrás, amikor valaki fejre hízik, azért az elég van egy kettő. Nekem is van egy-két hurka. De az is lehet, hogy az izom. Lehet, hogy izom, igen, tarkó izom. De nem minden, ne. Szóval ez rossz az egész, valahogy olyan képhiba szintű, de mindegy. Viszont ő amúgy is a poénosabb. Tehát hogy lehet, hogy ez ilyen állandó poénforrás lesz, és ennyi. Viszont ugye a Will Smithnek még mindig mennyire jól áll ez nagyon, a szerep? Persze, hát ez egy pimp, ez a csávó, egy örök. Nagyon pimp. Fiatal képű. Persze, ő a néger Tom Cruise. Szép, igen. Egyébként tényleg. Ez a film meg, hát, hogy látszik már most, hogy próbál alapozni az elsőnek a sikeresebb vonulataira, és sok poénforrást onnan szerintem átment, illetve sok olyan dolgot, ami ott jól működött. A második rész, valljuk be őszintén, azért nem volt egy erős dolog. Hát nyilván ez egy klasszik. Mert ez képileg kicsit úgy néz ki, mint a Miami Vice, nem? Tehát hát ezek így. A nagyon drága épületek, nagyon éles kép. Ja, de már az egybe és kettőbe is azért kaptak Miami helyszíneket. Igen, de az egy olyan jó koszos volt, és olyan nem igen, volt az a luxus. Kapott szűrőt, az elég kékes szűrőt, mondjuk szeretett dolgozni avval eleve az öreg. Hát nem mindegy, az biztos, hogy, vagy illetve azt mondom, az a félelem nekem, hogy nem tudja az első résznek azt a vonulatát újra teremteni, majd ez az epizód se, hogy tudnélik szerepet kellett cserélniük. Ugye az első résznek az adta a nagy erejét, hogy ezek poén. Szerepet cseréltek. Az egy igazi színházi poén volt, egy olyan színdarab szintű
szórakoztató ötlet, ami simán elvitte az egész filmet, és amitől az több volt, mint egy egyszerű akciófilm. Nekem most ez a trailer egy kicsit fura volt úgy, mert ezt megmondom őszintén, hogy nem emlékszem erre a filmre nagyon angolul. Ezt mindig magyarul láttam, többféle hangsávban, és most tök jó lett volna magyarul nézni, de már nincs meg, már nem él az a hang, a tök jó Will Smith. Szörnyű. Igen, akiről múltkor beszéltünk is. Hát ez igaz. Nem tudom, nézd, nehéz lesz ez biztos hozzászokni. Jó, hát most ettől a filmtől azért olyan nagyon durván sokat nem várunk, ezért, hogyha többet fog nekünk annál adni, akkor örülünk. Én várom, ez jó lesz. Jó. Érzem, hogy jó lesz. Remélem, jó van, nem? Akkor meghagylak ebbe a reményedbe, kicsit én is hát bízok, meg abból, hogy vissza fogtok jönni ide hozzánk, nem sokára újabb trélerekért is. Sziasztok! Sziasztok.